Halló, jó reggelt kívánok, üdv a csatornán! Remélem, hogy nem az indexkép miatt kattintottál ide, és nem azt várod, hogy olyan videó lesz, mert ez igazából egy másik fajta videó megosztó és egy másik fajta csatorna. Igazából ki kell, hogy ábrándítsalak. Egy darab betű különbség van az említett videó kategória és ez között a videó között. Igazából más nem fog itt történni, az Keepernek az arcán fog majd megnyilvánulni, hogy mennyire tetszik neki a játék. Lehet, hogy csalódott lesz, lehet, hogy sokkos lesz, lehet, hogy forogni fognak vérbe a szemei ezután a játék után, de mindenképpen ki kell próbálnunk, mert annyit beszéltek róla, és annyira hangos az a játék, várjatok egy pillanat, nekem rohadt hangos, egy kicsit lejjebb veszem, a zenét már lejjebb vettem, de mondjuk a izét is jó, master volumot is egy kicsit lejjebb kapjuk. Beállítottam egyébként már a grafikot, azt már ilyen nyélre föl sikerült húzni, mondhatni. Epic, viszont a izét, a motion blurt ezt kikapcsoltam, meg én utálom, amikor ezt a Chromatic Aberration, ez be van kapcsolva, tudjátok, ez egy kicsit ilyen filmes hatást kelt. Keresetek rá, hogy mit jelent. Az a lényeg, hogy szinte ilyen körvonala van az embereknek, mintha el lenne csúszva, amikor ilyen tipikus ilyen filmet nézel, kicsit ilyen VHS stílusú lesz az egész, ez egy borzalom. Úgyhogy kb. Így be van minden kapcsolva, ez a streaming speed, az nem tudom, micsoda, azt még azt nyomjuk föl izére, öpikre. Jó, nyomunk egy uplit. Applied, jobban mondva, nyomunk egy single player-t, és nyomunk egy karakterkészítést. Megmondom őszintén, hogy sokat nem tud a képer a játékról, de néztem egy ilyen nagyon alap, hát mi az? Nem tutorial, hanem ilyen tippek, ilyen leírást, hogy igazából mit kell csinálni, meg hogy kell irányítani a dolgokat. Ugye ez elvileg a leg összetettebb ilyen túlélő játék akar lenni. Majd beszélünk majd mi legyen a neve. Legyen mondjuk... Lakatos Brandon, az lesz a neve. Brandon legyen. És akkor várjál, akkor már lehet választani itt karaktereket. Hát akkor így fogunk érezni, gyerekek, valami... Csokik leszünk. Azt a bőtjár, oda néz, ki van barva csávó. Nagyon jó. Na, nézzük, hogy ezt hogy zajlik az egész. Ugye ki lehet választani nevet. Lehet választani attribútorokat, ami nem más, mint erő. Ezt a Constitution-t, ami gyakorlatilag ilyen kitartás akar lenni. A Dexterity ugye az ilyen, hogy mondjam, ügyesség, ugye? Meg van, lehet választani intelligenciát. Lehet választani nemet, cicis nénik is lehetünk. Most bekapcsoltam ezt a dolgot különben. Látni mindent, látni a sipot. Minden gyerekek, úgyhogy nagy fekete brét itt, ha akarjátok nézegetni, akkor próbáljátok ki a játékot, most így nem fogjátok megnézni. Ezt ki lehet kapcsolni, ezt a módot. És akkor még, erre nézzetek, még a pénisz méretet is tudod változtatni, hogy mekkora legyen. De most tényleg nem mutatom meg, jó? De hogyha ilyen nagy néger bréket akarsz nézni, akkor kezdek aggódni, érted? Na, veressük neki, mit kellene? Ja, ez úgy működik ez az egész. Annyit tudok róla, hogy vannak ezek az alap attribútorok, és ezek szabják meg, hogy te utána itt hány pontot tudsz elkölteni ezekre a skillökre. Szóval ez itt egy fontos momentum. Én megmondom ezt, hogy azt mondja, hogy jó gyerekek, hát egy kicsit olyan langyiknak nézünk ki, nem? Jó van, majd változtatunk ezen. De várjál! De legyünk inkább a... Ez a csávó. Legyünk ez a csávó, ez így jobban bejön. Pénisz méret nyilván. Na, menjünk tovább. Ugye, várjál. És meg eltűnt az izé. Eltűnt, hogy változtathatok. Na mindegy. Nem is nagyon fontos a kinézetünk. Nagyon tetszem így magamnak, szerintem. Én egy ilyen, mivel azt mondták, hogy ez egy rohadt nehéz játék, leginkább egy lopakodós harc stílust akarok képíteni magamnak, és ezért én szerettem játszani Seven Days to Die-t is, amikor elkezdtem az ilyen lopakodós és ráadásul íjász karaktert, úgyhogy arra fogunk rakni, elvileg ezt így fölhúzom, akkor el is fogyott az erő. Milli weapon, puskák,
Ez nem tudom mi. Ja, ez a kézi fegyverek, heavy weapon. Jó. Oké. Okay. Hát figyeljetek, archery-re megyünk. Itt ki kéne választani, hogy mit akarunk még. Endurance, hogy fut a karakterünk. Bazzal, csörög a telefonom, hát jókor. Az ébresztőm, délután este 7-kor ébresztő. Gratulálok, Keeper. Ez elvileg a futásnál számít, kitartás és futás. Ez legyen mind a kettő ilyen, jó? Na nézzük az ügyességbe, hogy mi köllene. Várjál, itt még van lőjebb. Ajjajjaj. Aha. Na, lopakodást, ezt szerintem így fölhúzom nyérre. Mi ez az oval és ovation? Jó, ez ilyen... ilyen repülő skill, tudod? Van motorbicikli, van driving, meg van ilyen, ilyen is. Jó, hát ezt föl... várjál. Ezt felhúztuk nyélre, jó? Lopakodás nyélen. Az intellektuális skillöknél van egy olyan, hogy... Aha, ez ilyen észlelés, hogy mikor veszel észre bizonyos dolgokat. A snipinget gondolom nem kell bemutatni, camo izé. Ez egy ilyen izé, ez egy ilyen ez is lopakodás skillnek számító dolog. Az tök jó, nem? De várjatok, mi van még itt? Nekünk kellene, szerintem engineering az nem ártana, nem? Úgyhogy azt egy ilyen basicre azért föl kellene tolni. Ugye ez számít, hogy mit tudunk craftolni. Mondjuk egy médiumra rárakjuk. Cooking, farming, medical, meg az észlelésre rakunk, jó? Egy ilyen beelosztuk. Nagyon-nagyon jól tudunk lopakodni, azért észleljük a dolgokat, meg rakunk arra, hogy tudjunk craftolni. Meg izére rakunk, tudjunk ijászkodni nagyon jól, meg tudunk futni, meg a kitartásunk is egész jó, jó? Most az itt szerintem Franco. Lakatos Brandon. Kiállították ki, egyébként az a háttértörténet, hogy ugye rabok vagyunk, és így ledobnak minket egy szigetre, vagy sziget? Hát egy ilyen kontinensre, vagy egy ilyen területre, amit konkrétan megfigyelnek, szóval ez egy ilyen show műsor is, egy ilyen reality show is egyszerre. Szóval ez ilyen. Jó, a gyerekek, csapjuk neki. Elvileg le is dobnak minket most már, ne? Ezt remélem, hogy jó lesz. Ez mi volt ez? Folyamatos ropogás itt a fülembe. Oké. Okay. Meg kéne figyelni, hogy hol vagyunk nagyjából, mert azt hiszem, hogy gyakorlatilag így pontosan nem tudod, vagy van map a játékban, de igazából annyira nem tudod, hogy mi a szituáció. Na, ki kell szabadulnunk? Figyelj! Miért van nekem egy balta a hátamon? Te fazza, mi az? Ekezi fázik a karakterem. Hát gyere ki már abból a valamiben, hogy kell kijönni? Nem már megdöglünk. De miért van rajtam egy balta? Kaptam egy itemet. Igen, ezzel tudok, várjál. Effel ki tudom nyitni. Na, frasza. Ott van egy, jegyezzük meg, ott egy tölöpülés. Ott meg van egy kicsi farbocska. Szerintem, várjátok, ja, ilyenkor már nem tudom irányítani, ja, jól van akkor. Orientálódunk arra a fal fele, és ott egy nagy város, figyeld, oké. Okay. Ide lesuttyanunk, aztán valami lesz. Egyébként ez egy ilyen rettenetesen nehéz játék, és azt már komolyan mondom, nem csak magamat akarom mentegetni. Van egy fejszünk, de hogy az anyámba? De most miért lettekünk egy fejszünk? Mivel vagyunk, bazza? Izébe vagyok, hallod, öltünk a bádba. Na, ugye úgy működik, hogy baloldalt látható emberikon, fölötte van egy ilyen szöm, meg fölött, alatt merette egy ilyen hang, gondolom az, hogy mennyire látszunk, mennyire futunk. Van az életünk, van a staminánk, meg van a kajapia szintünk. Aztán most jön a nehez a gyerekek, figyeld! Ettől megőrültök, baze, halál komolyan. Ettől megőrültök, figyeld! Itt vannak a mutatók, különböző statok, ugye? Külön az erő, a dex, meg az int. Meg itt jobb oldalt, itt van ilyen, mit, energy szinted,
meg hogy különböző tápanyagokból, proteinből mondjuk, vagy zsírból, vagy cukorból, fiber, ez mi ez? Ez rostokból, meg alkohol milyen százalékban van éppen a szervezetedbe. Van az, hogy a testzsír százalékod, ugye vitaminok, hogy állsz vitamin szinten, ásványi anyagok szintjén, meg ilyesmik itten léteznek. Meg még itten valamit le lehet még kapcsolni, de már keeper itt már finger nincsen, hogy mit kell kapcsolni. Ez kár, hogy nem lehet húzni, várjál. Nincsen valami csoda? Jól van, szerintem, oké. Van nekünk ilyen, jaj, bazze. Oda nézzél, még a vektor nézni is, hogyan ver a szívünk. Oké, a tippeket azokat lessük ezerre, mert fingom nincsen, hogy mit kell csinálni. Jó? Keeper az nem szokott nagyon utána nézni dolgoknak. Na, itt a ruhánk, gyerekek, hát 10 éve vagyunk, bazze. Rajtunk van a western csizma, meg a okni. Meg egy sukár öltöny. Hát ez hihetetlen. És van egy baltánk, de miért van egy baltánk? Azt hittem, hogy nincs baltánk. Na, itt a crafting menü, tudsz megkeresni, meg mindent is megtalálni. Itt van a inventory, hátadon van a balta. Ez várjál, nem tudom hozzáadolni. Mondjuk az egyik gombhő. 3-as gombhő. Vagy hogy kell ezt ide besuttyantani, gyerekek? Take hand. Fogd a kezedbe, testvérem. Az valami lesz. Na, először is szerintem kellene kraftolni dolgokat. Például lehet, hogy ez a baltába tudok ütni? Ezzel tudok ütni. Elvileg V-vel akció módba üt, vagy vált. Meg az az igazság, hogy ugye nagyon keves cuccot tudsz cipelni így az elején a játéknak. Nem állítottam semmit nehézséget. Miért van egy baltám? Én nem gondoltam, hogy van egy baltám. Ugye tudsz mindent is szedni, és azt így be tudod rakni inventoryba, de nagyon szűkös hely, mert a gatyádba érted, belefér egy ilyen lapulevél, meg van egy bankkártya benne izének a zakónak a zsebibe. Jó. Eddig szerintem frankok vagyunk. Azt hiszem, hogy, várjál, gyűjtögessünk mindent is. Meg elvileg úgy van, ugye, hogyha gyűjtesz dolgokat, ugye nem kerül be az inventoridba, vagy így megvizsgálsz, hanem így leszórja a földre. Tehát itt abban meg tudod nézni, mi van a földön előtted. És ebből már tudná elvileg kraftolni. Ez mi ez? Ja, meg tudod vizsgálni, és tudsz belül kraftolni, hogy miket tudsz kraftolni. Csinálunk egy ilyen bicskát. Bicska maxi, mert az jól jön nekünk, hogyha van. És akkor elvileg... Nem tudom, hogy a baltába is lehet-e, de ezzel tudunk már gyöjteni dolgokat. Na, oké, mi az? Oké, de jó. Mi az? Igen, itt van. És ez még mindig a fődön van, ugye? Hát ezt akkor jó lenne, hogyha... Várjál, inventory. És akkor mondjuk beraktánk ide a zsebünkbe. Ja, nem fér bele, várjál, hova fér? Ide, jó nagy beraktuk a bankkártya mellé. Oké. Várjunk. Ezt tudom kivágni, ezt a bokrost? Ki tudom vágni? Ki? Baltá van? Jó, hogy van egy baltánk. Szerintem tök szupi. Elvileg kellene csinálni, várjatok. Nem tudom, most nekiálltam itt ütni ezt a dolgot, de kéne craftolnunk nekünk. Szerintem egy backpacket. Hogyha lehet olyat. Bock. Várja. Bock. Nincsen backpackünk. Ah, ahol. Várja, és meg kell nézni, hogy mi kell hozzá. Aha, hát ez ilyen nincs. Animal skin. Rax. Ez bonyolult dolog. Ez milyen, ez is gondolom bonyolult. Ez meg. Ez köl. Ez mazzag. Elvileg valamilyen vágószer, szóval ugye akkor meg tudod nézni, hogy mi az, mi... ugye nem csak egyfóla gép, nem csak egyféle képpel tudsz kraftolni dolgokat, hanem elvileg úgy, hogy ugye lehet több opció, hogy bármilyen vágóeszköz, ha nálad van. Az ugye írja is, hogy egy darab nálunk van. Kötelünk nincsen, meg nincsen izénk. Nincsen ragunk. Ami nincsen, az tudod mi az a rag. És itt vannak ugye a fődön ezek. Small. Botok. Elvileg. Várja. Oké. Kellene rópot csinálni, és a rópot tudsz csinálni. Ragból tudsz csinálni. Úgyhogy így vissza tudod fejteni, meg tudod nézni. Vagy pedig tudsz csinálni small wood stickből. Meg hogyha van valami vágóeszközöd. És azt hiszem, várja, itt van small wood, ez be is körötözi, de ezt elvileg...
Jobb gombbal tudsz így minden, várja. E tudod vágni. Dír, oda ver neki egyet, aztán a vágjuk is. Itt elvileg nagyon nehezek az ellenfelek, tehát a zombik az nem úgy van, hogy hentelem őket vagy. Elvágtuk az összeset, és már van is. Tudunk is kraftolni, elvileg itt tudunk kraftolni. Egy rópot. És ugye egy róp kell, azt hiszem, hogy ez a backpackhez. És akkor így mindig vissza tudod fejteni, hogy ehhez az kell, és azt abból tudod csinálni, azt abból tudod csinálni, úgyhogy ez jó. És akkor most... backpack. Mi kell hozzá? Megvan a rópunk. Ugye a mazzag, meg kellene három darab rag. Három darab rag. Azt hiszem, várjál már. Az alap dolgoknak így ránéztem most, amikor hazagyűjtöttem a melóbú. Az okninkat fejszéve, realisztikus szimulátor, ugye? Fővágjuk fejszéve izének. Rongyoknak, hány lesz belőle? Ha egy darab lett az okninkból, hát akkor mi a izé, gatyához maradjon, ezt fővágom el. Zakót fölcsapjuk, oda nézzetek, hát így mindjárt jobban is érezzük magunkat. Kicsit sipnek majd a szúnyogok, szép zakó. Ja várja, az elcsesztem, mert az akót fővágom, hallod? A bankkártya benne volt. Ilyenkor most hova kerül a bankár? Baze, a fővágta a bankkártyával együtt a jakót. Most ez komolyan? Az sikerült akkor. Ennyi volt a bankkártya. De, dik. Nincs több. Fővágtam a bankkártyát, és hát azért megoldotta a kép. Hátizsákunk lesz. Azt le tudom kraftolni. Bankkártya meg zakóstól ment a levesbe. Az... baromi jó. És ez komolyan ezt megcsinált a képer? Hallod? Fölvágta a bankkártyát. Nem látom sehol. Hogy ezt lehet görgetni? Nem lehet, bazzak. Tessék. Akkor már izék leszünk. Csóringerek. Nem, mint hogyha sok pénzem lehet volna szerint. Hát ez nagyon komolyan kezdve. Na, ilyen az, amikor egy játékosnak fingja nincs a játékról. De egyébként ezt nagyon élvezem. Igen, és akkor ezt... equip, oda nézze, és akkor már csomó cuccot el tudsz rakni, el tudjuk rakni a rongyot, de miért foglalnak ezek ilyen rohadt nagy helyet? Itt van az aloe vera, ezt is a gatyából kiveszem, meg akkor rakunk el, mit vigyünk még? Ezeket a stickeket nagyon nem érdemes, nem? Jó, hát akkor a bankkártya az ment a bánatos túros rétesbe, mi? Hát ez akkor fasza. Hol vagyunk egyáltalán? Elvileg egy pont mutassa, hogy hun vagyunk, és rohadt nagy a térkép. Nem mondod, hogy fázunk, mert megőrülök. Nehogy már izé most megbacogjál, mert meghalok 5 percben, na figyeljetek, itt vagyunk a... ott a vizecske, tehát akkor valószínű, hogy ott lesz ez a város, ugye? Yes. A vizecske környékén itt vannak kisebb települések, és azokat majd meglessük. Tényleg nincs meg a banka? Hát ezt nem hiszed elhallod, hogy ilyen voltam. És hogyan kérvényezzek még egy bankkártyát, bazel? Fővágtam izének. Fővágtam hátizsáknak. Na! De! Viszont én szeretek íjászkodni, meg kell nézni, hogy baut hogy lehet csinálni. Nem annyira bonyolult ez szerintem. Na várja, van itt a... A bowhoz kell egy darab long stick, meg kellene hozzá kötél, és akkor meg is vagyunk. Várjál, hát a kötelet, azt tudok csinálni, ugye, azt van... Szerintem fázunk, bazzak, komolyan mondom. Hát megőrülök. Na, kötelet. Várjál, nem volt kötelem? Nem, az összeset elhasználtam, vagyis elhasználta. Igen, és kellene még hozzá a stick, gyerekek. Szerintem fázik a karakterem, hát le van izéve. Levettük a gunyáját. Úgyhogy egy gunyát meg kellene szerezni gyorsan. Na, kellene még szétvágni ilyen bokrost. Aztán csinálj még egy rópot, és akkor csinálunk egy íjat, jó? Na kéne nyílvessző is, azt nem tudom hogyan köl. Na, itt van longot, ezt elvágjuk izébe, kicsibe. Közben meg gyorsan kaját kell szerezni, mert mindjárt meg piát, mert lesz bajunk. Oké, megvan. Akkor csináljuk a rópot. Bocs a kiejtés miatt, hogyha nem jól mondom, hogy rope. Ropi. Mondjuk lehet, hogy nem fázunk. Majd izé, fölmegy a jobb idő lesz. Gondolkodjunk úgy. Na ugye ez ilyenkor földön kerül, úgyhogy jobb, hogyha így fölveszed. Várjál. És akkor bó.
Bó, és akkor várják, kellene egy long stick. A long stick az meg volt, valahol volt itt. Vágtam ki azt a másik bokrot el. Hát ezt már nem tudod. Keeper. Jó, talán kivágunk még egyet, azt akkor lesz talán belőle. Csak ugye az a baj, hogy használódnak ezek a dolgok. Inventory. 94%-os, látod? Crafting, és akkor meg is tudjuk csinálni az íjunkat. És megnézzük a nyílveszőt, az meg arról gondolom. Húnyan arról. És tollal is lehet csinálni, tollat kellene szerezni, toll az nincsen, de volt sima toll nélküli, gondolom az ilyen jó szar. Aha. És az csak stick köll, small stick. Abból meg van itt egy. Na, egy veszőnk lesz, azt nem tudom, hova fogom rakni. Egy darab lett. Hú, te hello, de szóval várjál, elvileg várjál. Azt hiszem, hogy itt van, várjál, a hátunkon van egy izé. Nem tudod, de várjál, mindjárt rájön a képerá. Kezembe. Hova kell a nyílvessző, hogy hova tudom ezt elrakni, hallod? Egy darab nyílvessző, tényleg? Lehet, hogy lesz stackelni. Aha, 1 per 12, ezt lehet stackelni, úgyhogy akkor még kellene csinálni ilyet. Igen, itt még van is hozzá alkotó elem. Most meg már nincsen. Azt elvileg akkor a join, ugye? Ah, lehet stackelni. Jó van, oké. A hátizsákunkba belefér, még kéne csinálni néhány darabot, azt vegyük a városba, vagy valami településre, hogy valami legyen. Nem próbálok meg millizni, millivéponozni, mert nem nagyon ismerem a harcrendszert se, meg nem semmit. Jó, hát ezeket figyelj, nem lehet az, hogy kraftoljál az összeset? Kraftoljunk, amennyit tudunk. Az kettőt tudtunk. Ez mi? Long. És ugye smallból csinálja. Smallból. Akkor ezt vágjuk ketté. Ezt meg közben nem tudom rakosgatni. Nem. El van foglalva, gyerek. Szerintem fázunk egyébként városba, vagy lutolunk valamit. Íí, more. Na, itt már lesz bőven. Ja, amíg csinál valamit, addig abszolút nem tudsz csinálni semmit. Join. Join. Ezekre nincs valami gyors billentyű. Ja. Kraftoljunk. 12 lehet, nálunk 4 már van. Vagyis legalábbis úgy gondolom, hogy egy szloton lehet 12. Zsomér. Megpróbáljuk jobb gombbal vigye odahúzni, mert ez így őrület. Ja, egy kicsit. Oha. Szerintem fázik a csávó. Pickup. Akkor lehet, hogy hol rakja pickup-pal. Ah, oda. Jó van, oké. Akkor ezt is tudjuk. Meg a kézbe kéne ver. Gyors billentyűre hogy tudok rakni dolgokat? Passzol az ízét, hogy az íjat azt meg elhagytam. Ja, mert csak a földön volt. Na, ez a hülyeség. Legalábbis én vagyok a hülye, nem a játék. Pick up. És akkor várj, hol volt az íjam? Ezt találd meg, nem? Várjál, így is lehet mozogni. Hol volt az íjam? Itt is vannak dolgok. De várjál. Hát hol az agyában volt az íjam? Itt volt valahol az íjam. Nem csináltam meg. Ott, oké. Take hand. Jó, oké. Hogy kell célozni? Hát a tököm tudja. De jó van, majd biztos balgomba. Aha. És föl lehet újra verni. Oké. Jó. Eddig jó vagyunk, nem? Csináljunk még valamit? Arról. Még tudok csinálni. Ugye kivágod ezeket, csak az a lényeg, hogy utána oda kell menni. Jó, van pár darabunk, menjünk a francba, mert mindjárt meg fogunk murdölni. Elvileg úgy tudunk futni gyorsabban. Van belső nézetesem, gyerekek. Úgy tudunk futni gyorsabban, hogyha görgővel, csak ugye figyelni kell a sztamirára. Külső nézet egyébként én adom, ezt tetszik. Várjátok, ezt nem tudom ki lutolni. Mindent is lutolni kell, meg éhen döglünk.
És ugye érdemes megnézni azt, hogy tabbal, hogy mi van a fődön, mert lehet, hogy van. Bocs, hogy ilyen csúnyán beszélek, de ez ilyen. Na, ez kicsit ilyen Daisy beütés, Daisy-vel játszottuk, megmondom őszintén, hogy ezt próbáltam, nem tudom mikor jött ki, de szerintem legalább 5-6 évvel ezelőtt próbáltam, arra emlékszem, hogy nagyon régen. Vagy már talán 7 is van, nem tudom. Ilyen extrém régen próbálgattam én ezt. De mi ez? Semmi nincs ezeken? Ugye most single playerbe veressük. A keeper fosik. Jó, hát ezeket a... mondom, eszek valamit ebből, de úgy látom, hogy ebből nem kell. Hol van az út? Valahol láttam egy utat. Minden esetre arra kellene menni. Shiftet azt nem nagyon nyomja az ember, á? Srácok. Na, és V-vel... Aha, mivel veszi elő azt a... Aha, ott van a skillbáron lent. Jó, kettős gomba elő tudom kapni. Oké. Okay. V-vel meg... Aha, el tudom rakni. Aha! Ez jó, ez tetszik. Mi van a handembe? Arra kell figyelni, hogy ide még rakhattam volna dolgokat, de szerintem semmivel nem volt, ami kellene. Valamit látunk, kilutonunk, az úton megyünk végig, várjál, meg azonosítsuk magunkat, hogy hol a frágba vagyunk. Szerintem ezen az úton megyünk végig, és akkor ide érünk ki. Nem lehet zoomolni a térképre egyébként. Neten van térkép, amelyik ilyen interaktív, rá tudsz nézni, és mindent is mutat, még az utolsó járművet is. Hogy hol lehet ugye megtalálni, meg mit tudom, bank van, meg egyébként vannak NPC-k, lehet itt, meg itt vannak ilyen zónák. Gyerekek, valami ízét nem tudnék kraftolni? Valami gunyát. Valami egyszerű gunyát. Jacket, mi kell ehhez? Jó van, inkább lehet, hogy lootolni jobban megéri. Hát de, ja, mindjárt ilyen beszünk már a kapásból. Hú, bazza, gyerek, kezdjük megfogyni, nézzétek meg a izét. Körbe-körbe karikába, fussunk, aztán az izé, kimelegedünk. De tényleg, de brutál, hogyha mozgoksz, akkor izé, akkor fölmelegedsz. Ezt ja, írták, hogy az ilyen rohadt részletes. És mondták egy csomóan. Várjátok, merre van a nap. Arra van a nap. Most akkor azonosítsuk már be. Kelet. Ha balra fordulunk ettől egy kicsit, akkor ugye arra. Hát ez kelet. És akkor mi megyünk most? Dél. Dél-keletnek. Dél-keletnek. Jó. Meglássuk, hogy mi van. Zombit látunk, nyakon verjük, gyerekek. Lehet, hogy izébe leszünk, csumákba. Remélem, találunk valami ruhát, mert nem akarok megfordni. Biztos tudnánk valami tábortüzet csinálni, azt akkor jó világ van. Autókat mindent lehet gyártani egyébként, ilyen nagyon összetett a cucc. Nem tudok, figyeljetek, én ezt így már meg is fogom, aztán nyakon lövöm a zombi, hogy jön. Ugye lopakodásunk az maxra van ragva, direkt azért, hogy ne dögöljünk meg instant. Ezeket ki lehet lootolni? Jaj, de jó! Na! Bazza, mi van benne? Metal scrap. Azt lehet, hogy nem kellene elvűnnem, nem? Meg azon kívül ugye, hogy mennyi inventory helyed van, megvan az is, hogy hány kilogramot tudsz vinni. Nem csak az van, hogy... Itt egy kutya. A kutyáktól minden... Félek, bazza, kutyaházat látok, fosok. Na, itt körülnézzünk szépen, okosba, jó? Elvileg ablakokon lehet beugrani. Szóval kicsit ilyen PUBG óta érzésem van. Lehet, mi ez? Szörcsölli. És még mindig üzés, meleg vagy fáradt, szörencsétlen. Na, egyébként itt ilyen belső nézetben lehet, hogy jobban tudnék. Várja, van óránk. Elvileg meg tudjuk nézni, mennyi idő van. Vagy hogy van? Tab. Tabnál vannak ilyen action-ök, le is tudsz feküdni meg minden, meg ugye a WC-re is tudsz verni, mert kell szarni is. Nem vicc, kobolyar. Meg tudjuk nézni, checkolni az időt. Várj, hogy volt? Action. Meg tudjuk, 9 óra 22 van. Egy kis izé. Mi ez? G-sokkal. Na, itt már voltunk. Itt ezt megnéztem? Nem volt semmiben. Ja, kezdjük megfogyni, rossz se vegye meg. Bazza, nincsen egy darab item se. A frigót azt lehet nem kéne magunkkal vinni.
Ezt nem lehet buzerálni. Hallod, eddig még egy darab cuccot nem találtam. Ez úgy jó buli. No, no item, no item. Az úgy frankó. Ilyenkor kül... Ó. Oh. Fuss a csávó, kibelegsz. Ott a zombi gyerekek. Jaj, figyelj, de. Keeper mindjárt izé. Rámegy. De várja, vedd elő ezt a rohadt íjat, hallod? Hát nem véletlenül van. Na aztán ez, várja, lehet, hogy belső részedbe kell a róla. Hallod, se célkereszt, se sebi. Gratulálok. Bír! Ezt kinyírtam. Nem gyűjt több. Ezek ki lehet lutorni őket. Már én megnézem inventory-ba. Még van 6 darab nyilvesszőm, 6, ugye? Érdekes. Na. Szétlutoljuk a csávót. Elvileg még a gunyáját is lekapjuk. Jó van. Oké, okay, fasza. Na. És akkor nézzük meg, mi van ott nála. Ha van nála egy ilyen kabát. Ezt föl tudtuk venni. Talán egy kicsit jobban érezzük be magunkat. Ez mi? Egy öngyújtó. Meg a Wooden Arrow egy megmaradt. Egy. Nem tudom, a többi hova tűnt. Meg van egy öngyújtó. Nem tudom, hogy... Ja, elvileg a kontrollal meg tudod nézni, hogy az mire jó. Ja, meg itt is egy Wooden Arrow. Oké. Okay. És ott van még egy zombi, gyerek. Nagyon belegyűjtem, szerintem ezt még kiírtam. Hát, hogyha lesz nála jó cucc, nem? És azt képzeljétek el, hogy ezek nem zombik ám. Hanem ezek több ilyen elítélt. Hát ezt lába lőttem szerintem. Hopp egy csába. Ő folyik a vérem, more. Ne fussál, vagy valamit csináljál, more. Fussál már! De most mi? A kurva életbe. Hát jó ez a karcrendszer, more. De ne guguljál le, more, vagy mi az anyám picsája? Fussál már! Ajaj! Neked megy... Ajaj! Azt a bőtyár gyerekek, hát ne hátráljál, hanem fussál, ja, mert vétkölök vagy nyomni. Jó van, oké. Okay. 250 ér random helyen le tudok spawnolni, respawn. Jó. Nincs pénzem, hát miből mondják le, mínuszban vagyok egyből. Azt a bőtyár gyerekek, ez kurva nehéz ez a játék valóban. Ja, és akkor ledobott megint öcsém, figyeld. Ilyenkor jó lenne megjegyezni, hol a frágban vagyunk. Egyébként ilyenkor tudok mapot nézni, hol vagyunk. Ott vagyunk fönne. C4-be. Kapásból mindjárt beesek ide valahova. Nem lehetne? Gyerekek, meg kéne, rá kéne jönni, hogyan? Hogyan? Most majdnem meghaltam zúrásokba, bazzik. Dír. Még eltöltem a lábból is, dík. Jó van, gyerek. És ilyenkor, várja, mi az? Bleedingelünk, meg mindent csináljunk. Ez mi ez? Jaj. Hát nem, vannak bajok. 41% lezuhant a izánk. Aha. Próbálok rájönni a dolgokra, várjál. Igen, vérzünk, azt látom, hogy vérzünk. Mondva, hogy mennyit losz. Blood loss-unk, odva, hogy mennyit vesztünk. Mennyit vesztünk percenként. Viszont csökken, úgyhogy mindjárt elár a vérzésük. De jó. Jó, talán... Megetört a lábom? Vagy mi történt vele? Várjál, azt meg lehet valahogy nézni. Aha, itt a... Oho. Itt van a bleedingünk, aha. És itt van egy kicsi... Megsérült a... Fáj, aha, fáj. Azt a pötyár. Hát fáj rá a csávónak, jó van. Mindjárt ez, nincs semmi gond, gyerekek, mindjárt rendbe gyűvünk magunktól, hallod. Jó, te Sanyi. Na várjatok, itt rá kéne jönni, egyes gomba előkapom ezt. És így kell harcolni, ennyi.
De ez nem valami erős, nem? Tudjátok, mi zavart meg? Hogy össze-vissza rakosgassa azokat az izéket, az itemeket a skillbáron. Na, meggyógyultuk végre, fáj még mindig a lábod. Ezt a mi anyámat csinálják veled. Jó, kezdünk normalizálódni, nem? Fizikai traumát szömbödett a csávó. Jó, van enyögi év, ide rendben van. Itt egy izé, szőlősbe vagyunk, figyelj. Nem tud ugrani, Dikaz. Ez halál komolyan, hallod? Sőt, futni se tud. Le vagyunk izé rottyamba. Itt veszek egy kis szőlőt. És akkor most mínusz 205 fel a bank balance-unk. Hát ez egy ilyen first try videó, gyerekek. Lehet, hogy újra fogjuk kezdeni. Mert már mínuszba vagyunk, érted? Kezdem meg. Hoppá, szőlőt, figyeld! Megeszi a keeper. Ez jobb is lesz, mindjárt. Metabolizm. Elvileg itt van. Itt van a izénk, ugye, hogy... Ez a gyomortartalmunk? Ott van, hogy mennyi víz, meg mennyi kajának számít. Jó, van, valamit segített rajtunk talán. Jó, itt a szőlőt szedhetnék egyébként. Azt izé, elrakhatnám magamnak. Na, meggyógyul egyébként ez a fájdalom, vagy... Itt örökkel bicibócák maradunk. Így a zombik elő nem kell futni nagyon. Meg 41% a HP, nem tudom, az gyógyul-e magától. Valahogy itt át kéne nézni, hogy mi a franc van, gyerekek. Itt az... Mi ez? 58 HP-t veszítettünk, azért, mert a jobb lábunk vérzett. Ugye? De ez már meg van gyógyulva? Aha. Itt vannak azok az effektek, amik így vannak. Itt stabilizálódik. Ugye a vérzés eláll, és itt van a recovery, gondolom akkor meg a gyógyulás. Vagy valami ilyesmi. Rendben jön a csávó tőle, jól van. Semmi probléma, hallod? Így kicsit fáj a lábunk, megszoktjátok. Jó, nem futunk, ballagunk szépen. Itt a szőlősben leszünk, letelepedünk. Oda nézd, ezt berakom ide a gatyának a zsebibe. Szét nem asszuljon. Ó, gyerekek, valami komoly gameplayre számítottatok, de egyébként én nagyon bírom az ilyet. Pont Norvég írta, hogy ugye ő is mondta, hogy próbáljam ki ezt a játékot, te nézzek róla valamit. Hát megmondom őszintén, én mondtam neki, hogy én nagyon bírom, amikor így kipróbálom a játékokat először, és az ilyen tök fun tud lenni, hogy tök szórakoztató, hogy így rá is eszmélsz a dolgokra, még hogyha meghalsz ötször, akkor is. És mi van, nincsen szőlő, bazza, milyen egy ideje szőlés ez, te? Azt hittem, hogy itten sok szőlő lesz. De várja, elő kéne kapni ezt a botot, ezzel odaverek a zombinak. 41% a HP-nk, elvileg szerintem, megmondom a fankót, hogyha ez itt meggyógyuli... Öcsém, ennyi adott. Aha. Ez szerintem, ha meggyógyul, akkor utána már recoverolódunk, és akkor azt jelenti, hogy szerintem a HP-nk az vissza fog töltődni magától. Jó van, fáj, nyögi. Ümmöget itt. Nem tudunk ugrani, hallod, úgy kell izé megkerülni még a mindent is. Jó, ennyi gyorsan. Várj, ilyenkor nehogy véletlen az legyen, hogy... Szerintem ilyenkor nem gyógyul, várj, lefekszek egyet. Azt hiszem, hogy le lehet valahogy feküdni. Dab. Na, dögölje. Dögöljél le, úgy ide lefeksző. Gyógyulj meg! Gyorsan. De ez a halál, ez a Toretto, gyerekek. Na, így jobban gyógyulsz. Gyógyulj már meg, more. Fáj neki meg, jaj, de nagyon fáj a lábikója. Van nekünk szőlők, most már azok kitartunk. De ez mi az, hogy 90%? Lehet, hogy lehet, hogy romlandó, mi? Ó. De
De egyébként kaja pia szintünk az nyélen van, ez a szőlő, ez adja. Ezeket érdemes lenne itt szeregetni. Mert kéne megint, csinálhatok megint hálózsákot, de egyébként ilyenkor ugye megkereshetnénk gondolom a hálózsák, vagy az inventory-met, de hát sok értelme nem lenne. Jó, itt a fekszek, akkor jobban gyógyulok? Lehet, nem? Ez mi ez? Ki lehet kapcsolni? Aha, ja. Csontok. Csont nem fáj. Látod? Izom problémák itt vannak. Mondtad? Meghúzódott a csávónak a izé, bütyke. Hát ez nagyon jó. Nem, én tök bírom az ilyet, gyerekek. Bocs, hogy itt a tökörés megy, de mármint azt bírom, hogy ráeszmélsz ezt a dolgot. Ez tuti végig megy átkerülére, gondoltam. És akkor itt, mennyi HP? Igen, megy fölfele HP-ing. Na jó, van, kell föl, és már csak jobban vagy. Még mindig? Na most már egyre jobban érzi magát. Ilyenkor, várj, amikor mozgok, akkor nem annyira gyógyul. Ez lehet, hogy érdemes lenne kivárni. Hoppá! Már jobban érzi magát. Kivilágosodott a kép. Jó, 52 százalék HP, 53, mindjárt mozgok, akkor is megy fölfele. Megy, jó van. Ó, megnézzük ezeket a házikókat. Jaj, ne, a Lord. Na, észre is vett. Együtt arról, hogy izé. Mész oda? Azt a bőtjár, hallod? Levertem, mint vaka poharat. Egyébként lopakodni kéne, azt hiszem C-vel lehet lopakodni. Hű, gyerekek, itt komoly dolgok vannak. Nem, nem, itt mi volt nála? Volt nála egy bakelit lemez. Van nála egy szem. Mire jó? Van nála egy fovágó. Ó, oda nézzél. És ebben is tudok pakolni, ugye? Minél több dolgod van, valami ümög. Mobiltelefon. Ne kérdezz, mire jó. Lehet kommunikálni és texting. Van nála egy toll. Figyelj, rerakom, mert hát ha. Ebben nem lehet pakolni, figyeld, mert valami baj van vele. Gondolom, mert le van rongyolódva. Mobiltelefon. Na, tiszta íze, menedzserök leszünk itt. De itt valaki még nyökörög ám. És hogy lopakodva itt a okosba. De viszont ezt levertem, mint vaka porrat, meg se sérültem, ez jó volt. Meg van nálam még egy izajám. Lassan aszal gyümölcs. Benne a zsebembe. Valaki hújjogart. Ez jó buli. Ugye lehet egyébként bázist építeni, meg minden ebben a csodálatos játékban. Csak lehet, hogy el kéne addig jutni. Ez a fejsze, ez nagy segítség. Gondoltak, képen akkora nu vagy, ide neked kell egy fejsze. Egyébként jó irányban kezdtünk el haladni, hogy hátizsákot kraftolt a képen. Azt hiszem, hogy úgy van egyébként, hogyha van 1000 dolcsid, ugye mert itt lehet pénzt csinálni, meg van trader, meg minden. Ha van 1000 dolcsid, akkor kiválasztatod, hogy hol akarsz spawnolni, hol dobnak le újra. De hát nem nagyon volt 1000 dolcsink, a nulla, nullánk van. Ja, figyeljetek, szerintem azt fogom csinálni, hogy ez most egy ilyen tényleg. Ha nem nagyon megy, akkor egy ilyen kipróbáló testing lesz, aztán figyeljetek, meg is gyógyultunk, tessék. Egy kicsit kibicsaklott a lábam, de Keeper az már meg is gyógyította magát. Na, ballagjál gyorsabban egyel. Hallod, maximum van az izé lopakodásom, de azért észrevettek instant mindig. Tök jó. Akkor mi van akkor, hogyha nem raksz a lopakodásra? Ez valami izé, vagy karám volt. Na. De hogy miért nincsen item egy darab se sehol? Valaki örög. Valaki rúgja a por, gyerekek. De bazza egy darab a... Hallod, én beteszem ezt az ajtót. Ki tudják nyitni a zombik? Másikat is. Hát lopakodok, csak nem vesznek észre. Várja, ide valami került. Szögek. Meg volt valami más is, valami tollak, holhoz volt tűnt? Érdekes. Ez meg eltűnt, hallod? Itt hörög a zombi, mindjárt fejbe verem. Boltával. Egyébként vannak a játékban mindenféle ilyen. Ott van a csávó, figyeld. Olyat ráverek, a szeme kiszakad. Sőt, nem is csávó, hanem... Őci! Ujjj, pofot megkapta a Keeper. Na.
Nem hiszem, hogy Allor kiírta, hogy fejbevert a csávó, azt otta. A nyakab. Meg, az a bérzik a nyakab, hallod? Hát nem hiszed el, itt ezek mindig ilyen nagyon agresszívek. Mi ez? Csavarhúzó. Biztos jó lesz valami. A bökő, az sitten tudjuk. Taktikai kesztyű. Nagyon jó. Meg mindenkinek, egyébként levadnak, mi ez? Body pinbox. Bobby pinbox. Ez mire jó? Vigyünk. Ebben a zakóba, de legalább megvan a bankkártyám. Jó. Mi ez? Íze, itt van egy ilyen vasvella, gyerekek. Vannad? Ne vicceljél. Ezt valahova, hova tegyem? Elvileg várjál, inventory-ba. Tudod fölöbni hátadra vasvellát, azt az a tudsz izé fajkóni majd a zombikat, ha akarod. Kettő tárgyat tudsz, aha. És ezt hogy lehet izélni, hogy oda berakjam? Figyelj, egyessel, vasvellát. Ezt én nem értem. Ja, de oké, értem. Átrakja oda hendbe. Kettes köllekem. Azaz. Na menjünk tovább, vagy nem tudom. Meg kellene ennem lassan a szőlőfürtövet. Milyen deszkákat is át lehet nézni, ezt mit találok ott? Fadeszka. Ez köl. Köl nekem nagyon. Jó, menjünk. Azért lopakodok, mondom, hátra nem vesznek észre. Hát ez le van a csaj. Ijjé. Még a bugyogót is lerángattuk róla. Na, osonjunk. Ó, hát meg vagyunk gyógyulva, a nyakunk is meggyógyult. Yeah. A nyakunk az egy kicsit fájdalmas, mert már jobban van. Egyébként jó ez, semmi van, 6 HP-t vesztünk. Tök jó, hogy minden, a testünket figyeli, ugye, hogy hova kapjuk az ütést. Figyeljetek, átnézzük még itt a kócerájt. Hát baltával úgy fejbe verdel sem az embereket, vagy csak a zombikat, hogyha gyűnek. Talicskát esetleg. Nem mondod, hogy ez mi az, hogy enter. Akkor jó. Ez most komoly? Tóni is lehet? Drive. Baza lehet tóri a talicskát, hallod? Ebbe lehet, hogy tudok pakolni. Na hát ezt már viszem is magammal. Csak találjak ki, nem? Ha. Hajrá. Kubikus játék. És ezt baza, ezt fogadni mernék, hogy ebbe lehet pakolni. Ott te. És ez, hogy tudok ebbe rakódni, vagy valamit, nem? Nem lehet? El lehet nevezni, hallod? Hát legyen a neve Józsi. Józsi a talicska. Na. Azek, mi? Na, nyakamnak jót tesz egy kis izé. Gyakorlat. Na, már meg is gyógyultunk szerintem. Még egy-kettőt kell hajtani rajtuk. Na, ez komolyan, miket lehet? Roll left, roll ball. Lehet forgatni, ez mire jó az? Ki lehet dönteni? Az kevés. Tiszta farming szimulátor. Ne ülj bele, ne ülj bele! Arra sem vegyem meg. De hogy lehet ezt... Hogy lehet ebbe pakolni? Hát etolom, bazze. Futunk vele, oda nézzé. Ugrani lehet vele? Az még hiányozna. Na várja, valahol kikére kecvelegbe itt. Hát, hogyha jó lesz ez a talicska vég. Ezt ide lerakom. Aztán benézzünk ebbe a kecóba, jó? Hoppá, azért Keeper már járművet talált az első részben, mi? Semmi gond. Meg az öltönyben azért fel vagyunk, ki vagyunk cicobázva. Na, nézzük meg, hogy hát, hogyha itt lesz a nagy loot. Not found. Le lehet pihenni egyet, ha gondoljátok. Hoppá! Van valami ízé, ez nem tudom mi ez. Meg van egy jó gatya. Jó gatya. Azt nem mondjátok, fölvettem a jó gatyát. Fölkaptam a izé alá. Az kemény. Földobta a izé, a még egy gatyát fölvett. Izé, jéger alsó. Nem, megfázzunk. Hát beszarok be, ezek komolyabbik vannak ebben a játékban. Itt azért... De ez mi ez a frigider? Jaj, van benne egy üveg. Aha. Meg lehet magát a frigidert is üdni. Mit lehet vele? El lehet nevezni. Józsi a izé. Open inventory. Mi ez? Józsi a hüttő. Hoppá, lábos. Van lábosunk, nem tudom mire jó. Lehet, hogy lemegy lábos köllere vinni. Egyébként egy hát is. Egyébként lehet, hogy lootolni jobban megéri, mint itt craftolgatni, nem? Not found. Szemetesbe is mi? Bazze, ott van valami. Egy üveg.
És ugye ezt tabot kell nyomni, és akkor látod, hogy mi van ott. Hát itt nem fogtuk meg az Isten lábát, a szőlőben jobban jártunk. Van egy olyan sanda gyanú. Jó, figyeljetek. Na, tiszta parasztok vagyunk. Van egy csodálatos izénk, gráblánk. Fáj a gyakunk egy kicsit. A rödnökök mennek, hunatalicska. Hát viszont magabba elütöm a izéket. Kapanyakú. Nehogy beleülje, hanem dry volt. Belső nézetbe azért. Hoppá. Nem tudom, mi van benne, mert van egy zsák még ráadásul. Oké, ennyi volt szerintem itt a bóka. Hát egy, lehet, hogy egy külső nézet jobban fekszik. Oké. Haladjunk. És egy belege van, hallod? Fövette a jogogatját. Ezt kapjuk le magunkról. Talicskába hogy lehet belerakni? Belerakta a Józsi, vagy talicskába? Vajon ilyenkor? Vagy hogy lehet ezt? Azzal. Ura nézze! Mennyi inventóriájunk van? Hát talicska nagyon köl. Már visszük is. Tudnám, merre kéne menni most. Hol vagyunk, gyerekek? Hol vagyunk? Azzal nem látom. Itt vagyunk-e? Itt van egy település, arra, merre van a óceán. Arra. Akkor arra megyünk. Jó, elég rövid a talicska, de legalább bele lehet rakni a fél életünket, hallod? Na, de csörög nagyon, nem? Megtámadnak a zombik ezzel a taligával. Már itt egy út. És nem lehet zoomolni, nem? Így értek el, nem lehet zoomolni. Szerintem erre követni. Hogy itt torony iránt, lemenjünk torony iránt. Meg mindig melege van, mit vegyek le, bazd, az okni van? Az oknit beledobjuk a talicskába. Öcsébe ez a talicska legjobb dolog a játékban szerintem. Csak nem megy tönkre? Mi az az izé az? Kilométer óra, bazze, oda nézze. 12-be megyünk. Hallod? Van neki HP-ja. És vigyázzunk rá, hogy nehogy összetörjük. Leverjük a zománcot. Füstést. Tök jó. Még mindig melege van, de miért van meleged? Mi talicska tolástú, vagy mit? Jó, mert rajta van ez a csúgya üvög. De várj, ezt az üvögöt leveszem, ezt levehetem. Mert abban nem volt semmi. Jó. Hát azért egy új oldaláról ismertem meg ezt a játékot, nem gondoltam volna, hogy ilyen érdekes lesz. Combine is van, azt hiszem, hogy egyébként traktor az van benne, meg mi ilyeneket, úgyhogy azt tudunk már traktorra járni, ha akarunk. De ja, egyébként miket lehet ebbe csinálni, arról beszéljünk egy kicsit. Lore-nak így nagyjából utána néztem, tényleg azt, hogy így lerobnak minket. Néha jönnek még ilyen kamerás drónok is, aztán így videóznak minket, hogy éppen mit csinálunk. Ugye mivel egy TV show-ba szereplünk, egy ilyen reality show-ba. Hoppa. Ki vagyunk dögleve. Ilyenkor meg ránézünk ezekre, mint hogyha tudnánk. Még mindig fáj a nyaka. Hát már jó lenne, hogyha elmullana. Meg ugye itt vannak dolgok. Hát izé. Kicsit le vagyunk izé. Se cukor, se semmi. Ugye? Ugye hiába esző, mit tudom én, valami olyat, ami nem annyira jó. Mi az? Megborúsodott az idő. Hol van az izé? Valami volt a zsebemben egy szőlő. Ezt megeszem. Ejjott. Megette? Veszte meg. Lehet, hogy azért, mert itt a talicskát fogjuk, aztán nem tudja megenni. És a metabol. Elvileg ez a hogy mi van az izéinkben. Aha. Akkor azt se tesz jót neki, hogyha mindenféle. Jaj, gyerekek. Majd írjatok tippeket, hogy mit csináljon a képőr. Ezt drive-olom, ezt a talegát azért. Oké. Okay. Elvileg ilyen hajókat lehet találni, különböző járműveket. Meg a járművek azok úgy vannak, hogy ugye össze kell őket rakni. Kicsit, hát nem teljesen úgy, de hasonló, mint mondjuk egy ilyen long drive-ba, hogy ilyen kerekeket, meg mindent összeszörölnöd neked, aztán azzal tudod veretni. Aha, jó van. Egy kicsit olyan lőjesen megyünk. Hát, hogyha ezt nézik a nézők éppen, a reality show-ba lehet itt egy kicsit röhögnek, hogy talicskával közlekedik a képen, de szerintem nem hülyeség, nem? Vagy hülyeség ez? És én gondolom azt, hogy itt ez nagyon jó. Figyelj, lehet itt szépen, akkurátusan is közlekedni a taligával.
Na, beérünk a faluba. Ezt a vasvellával piszkáljuk ki a szemét a dolgozóknak, jó? Jó, megint elfáradtunk, bazza. Dobog a szívem, majd kiesik. Na, hol van ez a... Ez. Pulzusunk, bazza, halad? Milyen kiugrik? 133. Véroxigén szintünk rohadt jó. Az HP-nk az meg már majdnem nyélen van, mert ugye már mindjárt meggyógyul a ide nyakunk. Nem kül ide gyógyszer. Na porátba vagyunk. Elvileg a mapon írja, hogy porát, vagy valami csoda. Hát nagyon nem. Igen. Megmondom őszintén, egy kicsit ilyen nekem ilyen mediterrán környékre emlékeztet, ilyen szőlővidék, meg minden, bár lehet, hogy vannak különböző helyek, de ilyen olasz, a Toszkána, basszus, jól is érzem magam, ott van a, várjál, megnézem mi ez, kaktusz. Ebből lesz a finom jeledel. Mire jó? Meg tudom enni? Talicskába bele, rá. Talicskába berakom a talicskát. Szerint, jaj, ne ülj bele! A rohadt életbe. Hát ez hihetetlen. Drive volt a nevébele. Ez egy multiba azért érdekes lenne. Szaszát nem nagyon tudtam rávenni, Szasza haveromnak mondtam, hogy nézzel rá. De azt mondja, hogy túl bonyolult. A craft rendszer meg nem szereti az ilyen craftolós részek, dolgokat. Na figyelj itten. Hát itt szerintem úgy megfognak minket hágni, mint annak a rendje is módja, nem? Bár itt biztos csuda jól utak lennének. Figyelj, ide állok a talicskába, okosba, félre. Hát, hogy ünek. Előkapjuk a izét, a vasvellát, vagy mit tudom én. Nyakon verjük a dolgozókat. Figyelj, futok, mint a nyúl, hogyha. Az a baj egyébként ezelőtt az volt, hogy shiftet nyomtam a futásra. Azt az rohadtul nem jó, de baze, én a lopakodásra ráraktam. Mi a makkos cipő az? Nem tudok lopakodni a makkos cipőbe, vagy mi a? Á, ugorj be már az ablakon, baze. Van tévé is, lehet nézni, akarjátok. Ott a izé húsvágó, tessék. Azt tudok vele vágni valamit. Ilyenkor ugye tabba meg tudod nézni, hűtőszekrény bele a talicskába, ilyesmi. Ez mire az anyám balagára jó? Tindert lehet craftolni, jönnek a csajok. Na, craftolja egy tindert. Nem tudom, mi az a tinder. Esküszöm. De most mindjárt kiderül. Craftolok bele egy tindert. Mi az a tinder? Társkereső, tudom. Hát azt aztán craftolja egy darabig, gyerekek. Mobiltelefonna mit lehet? Mindjárt nyomunk rajta egy jobb gombot, fölhívjuk izét. Mutert, vagy itten el vagyunk keveredve. Egyébként élem ezt a játékot, én bírom, amikor így el vagyok vesz. Nekem ez nagyon tetszik, amikor el vagyok vesz. Nem szeretem, amikor már... Azt a bőtjár, mi ez? Pickup. Hallod? Ez most konkrétan csinált belőle egy kupac szart. Hát ez jó volt. Nézzük meg, kontroll. Tűzrakáshoz jó, ha? Tűzrakáshoz jó. Jó, akkor ezt is tudjuk. Tudjuk. Körülött ez mint szar a zsebbe szerintem, gyerekek. Ilyen utolunk egy hatalmasat. Kölene van... Jó, ez mi? Gyufa? Hát ez biztos köl. Meg vannak rongyok. A talicskába el kéne hordani. Mi? Rongyok. Várja, mi az? Ez a tűzrakás téma... Mi az a... Nem hiszem, hogy kell nekünk tol, várja, mire jó? Ha így lehet bearakni izébe a quickbarra, most már legalább rájöttem. Dobd le ezt a tol, oda letette, figyeld. De jó. Ez nem tudom mi ez megint, de várja, kontroller elvileg meg tudom nézni, csak tűnjen izé. Mi ez? Ah, javíthatok vele izéket, klotokat, de akkor várjál, ezt nem tudom megjavítani. Nem igazán. Nem így kell. Nem tudom, hogy kell megjavítani. Viszont föl tudom vágni kicsi dolgokra. Baltával gondolom megint. Jó, menjünk innen a rákba. Frigibe lófasz. Vellent nem lehet felkapcsolni. Ó, maszk, hallod? Halloween maszk, ezt már csapom is föl, oda nézzetek. Kemény lettem, mint a...
Nem tudok enni akkor, hogyha maszk rajtam van. Hát gratulálok. De egyébként ez biztos véd, nem? Van valami íze ilyenkor? Nem írja, hogy... Hogy mit tudom, hogy mennyi a defünk, vagy ilyesmi. Kesztyű! Esze. És hova tetted ezt a kesztyűt, gyerek? Fövette? Fövette. És megint melegünk lesz. Alsógatja, úgyis az alsógatyánkat. Mit dobott oda le? Nem a... Vestár csizma, meg ezért rövid gatya. Meg... Várja! Mindjárt megoldja a keeper. Várja, az alsógatyába... Ja, mert az alsógatyában meg bennmaradnak a cuccaid, vagy a gatyárba, vigyázni kell itt a dolgokkal. Viszont ezt föl tudnád vágni. Hátizsákot kellene csinálni, gyerekek, mert az lesz itt a probléma. Úgyhogy ezt itt figyelj, ez a gatyát... Igaz-e, rúgtam egyet. Nyugodjál meg, barátom. Figyelj, ezt a gatyát levetem itt. Dobjad el a gatyát szépen? Drop. Földre oda? Gatya. Jó. Ezt a gatyát fölkapjuk. És akkor csináljunk ilyen mazzagot. Csinálni kellene. Ez nem lesz így jó. Ebből csinálni kellene egy mazzagot. Csak az a baj, nem férek el. Kellene egy hátizsák. Így a szétszakajtotta rendesen. Jaj, bassza, de ne haragudjatok. És ezt még szét tudom vágni. Mazza még ilyenekre. És azt hiszem, hogy ebből tudok mazzagot. De mindjárt megnézem. Nem akarom elhülyéskedni ilyen teljesen. Rope. Mert láttam, hogy... Itt tudsz ilyet is. Ebből. Csak ugye ezt még szét kell szakajtani hozzá. Fejszéve! Az alsó gatyát szétverem! Azt gratulálok! Fejszéve! Jó, hogy nem a izével. Körmös mi az? Kartecsnével vagy mi az? Na, és akkor... Kraftod le mazzagot. Gyerekek, csinálunk egy csodálatos zsákot magunknak. Hogy férjenek bele a cuccok, mert nem férünk el. Oké, fasza. És akkor most kell ezt a backpacket. Az a baj, ezek ugye ilyen rohadt lassan mennek nekem még. Jó, igen, a mozzog megvan. Kéne még, valamit szét kéne fajkónom. Ezt a kesztyűt. Azt még szétcsapom. És akkor ugye kerül kettő ilyen, és akkor tudok egy hátizsákot. Ezt akkor bele tudok pakolni nagyjából. És nem csak a talicskába. Jó, kesztyűt is a fejszébe vágok szét. Állj te! Mi ez? Na, és akkor... És mi vízi? Bazza, nem lett belül semmi se, hallod? Ezt megsemmisítette. Ó, kellene nekem még ide, ezt nem tudom szétvágni. Kellene nekem még egy... Várj, meg kéne nézni. Taligába mi van? Józsibá, na, itten van, ezt még be kéne vinnem valahogyan. Föveszem. Hoppa, ennyi, így kell bevinni. Fölkövenni minden ruhát, úgy tudod hordani. Igazából, mondjuk a kezembe, ja nem, a kezembe se tudtam volna. Na mindegy. Tudom, hogy itt még annyira nem tökéletes a projekt. De most ezt miért nem számolta bele? Na most meg beleszámoltam, hogy rákatintottam, érdekes vagy. Na, vágd fel a gatyámat. Boltába! A jóga gatyát! Istenem. Nem lesz ez rossz, csak ugye az a gond, hogy nekem az időbe telik még az is, hogy rájövök az irányításra, meg minden. Na, most figyeld! Ott van. Kraftold le. Legyen nekem egy hátizsákom. Ezt fölkapjuk, azt akkor bele tudunk rakni minden szemetet. Az igen. Mecsőjöm ezt egy darabig elizéli, ekecsöli. Még mi az? Fishing? Még horgászni is lehet. Na, kaját kellene szereznem, mert be fogunk punyadni itt. Ki fogunk halni. Nyakam meggyógyult? Már ilyenkor meg lehet nézni? Meggyógyult. Semmi gond, gyerekek. Jó, mert az ilyen sebesülések azok így meggyógyulnak.
Na, vörd föl. Oda nézzél, ízét, mindent is, ezeket visszük. Kihordjuk a izébe, talicskába, nem? Figyelj, ki tudja, hogy mire lesz jó. Hűtőszekrény nem fér bele? Ide? Nem. Ezt is viszem, mindent is. Jó. Na jó van, nyugodjál meg, ne feszegesd magad. Inkább googoljál le, aztán még körülnézzünk, hát hogyha lesz valami érdekesség. Itt néztük? Na, nincs semmi. Ezt kihordjuk a izét aligába. Egy vördát azért találna az ember, lehet, hogy jó lenne. Na megjön a buri. Murky Water, nem mondod, hogy elmentem szórni. Jól van. Na, meg volt, várjál. Van azt hiszem egy akciónál, hogy izé, action, tőled, szarja egyet, nem akar. Jöhetnek ám a tippek ezerre, mert Keeper el van vezve. Ah, előveszem a baltát, hogy a biztos, biztos, ami biztos, ez a közelharc az annyira nem is rossz, én azt hittem, hogy nehezebb. Jó, hát egy zombival érted, elbánok, de mondom, rám gyűnek egy csomó, azt akkor izé, harakiri van. Mindenhogy meg is történt. Szélünk egyet. Mit lehet keresni az ágyban? Mit találok az ágyban? Ott egy kesztyű, tessék. Mindjárt. Hoppá! Oda néző elemek. Meg ott az ümög. Meg mi az? Pisztolytartó. Hallod? Equipöljük. Ott az izé. Pisztoly nincs, pisztolytartó van. Equip. Equip. És ugye, hogyha fölveszel ruhákat, akkor minden egyének van helye. Zseb, amiben be tudsz rakni valamit, az tök adja, ez tetszik. Ez rohadt jó. Egyébként jó, tetszik ez a játék, már néztem. Ez meg olyan volt, mint a WC-t lehúzod. Pokedlibe, semmi. Egyébként kaja az jó sok van, azt láttam mondja a játékban. WC-re már tudom, nem ülök rá, ebben lesz valami ruha biztos. Hoppá! A boxer alsó, gyerekek, vagy a izé, tanga? Ne viccelj, ki kell hordani a kacatokat a izébe, taligába. Ha, de ezt lehet, hogy folytatom ezt a mentést, mert azért adja itt. Na, talicska. Figyelj, minden viszek, mert ki tudja, mi lesz, mi köllene majd. Gyufa. Ezt is viszem. Bankkártyát a talicskába azért az adná, mi? Figyeld. Rongy. Vágódeszka. Nincsen valami, várj, shift-tel, nem tudom, hogy többet nem tudok kijelölni és átpakolni, hogy így, nem mi. Mondjuk lehet, hogy van valami gyors billentyű, majd ezt fővilágosítjátok a keepert. Ezt csak bökölt, ezt nálam hagyom. Belerakom ide. Zakó zsebbe, csak eleessek, mert akkor izé lesz. Ezzel mit lehet, várjál? Semmit. Új, itt meg valami nagy bogár szobába röpköd. Ja, a bankkártyát elehagyjam, szét ne vágjam izébe. Baltával. Na, ezt a házat kilutoltuk szerintem. Hoppá, azt hittem gyűl valami. Lehet parkörködni? Hoppá, nagyon is. Na. Googoljál. Kemény helyzet van. Hé, ezt ki lehet nyitni? Ja nem. Valami kaját azért nem ártana találni már, nem? Ezt lutoltam, ugye? Na nézzük. Forgoló. Kicsit melegen van, hát három alsó gatya rajtom van. Végül is nem csoda. Hopp, ez mi? Ez ice. Az ice volt, gyerekek. Ice baby. Honnan szerezzek kaját? Mindjárt megbizélek, döglök. Mindjárt megyek szőlőt enni meg én. Na, zombi. Na, ti halljátok ezt az örgést? Belement a bogára, izé a ventilátorba, a CPU-n. Nem hallottátok? Komolyan. Nem viccelek. Basz, elhiszem el, hogy pont belemegy a bogár. Itt röpködött valami nagy bogár. Bezúgott a gépemhez. Erre bement a izé, vagy a VGA-nak a... Az igen. Na, harcra föl, gyerekek. Győzni kell. Mi a nagy darab benga állat? Hát ki ez? Öcsém, hallod?
Szerintem nem csak egyedül volt. Rajta volt a taktikai mellény. Ki volt ez nagy katona dög? Hallod? Milyen? Taktikai Glovers. De érdekes, hogy a mellény azt nem kaptuk meg. De itten vannak többen is. Hoppá! Hát az izé. Hát akkor ez izé. Mi ez? Horvátország, Dick. Nagyon jó. De itt még úr valaki. Hallottátok, nem? Staminával vigyázzunk, mert szerintem nagyon nem tudok ütni, hogyha leszünk amortizálódva. Talicskát kéne rabolják. Honnan? A rákból vegyek valami kaját. Sanyika, te cseszteted a lábam. Remélem, hogy nem álltak be a ventilátorok attól a nagy léttű. Semmi. Veze kaja. Nyista. Nyista nuku. Ez a közelharc az annyira nem is veszélyes. Egyelőre. Az az íjászat, az betette nekem a kaput. Az mi? Search. Semmi. Ott van a dokumentáció rajta. Fürdőszoba. Nem már megint itt repül. Ez valami nagy, nem tudom milyen bogár lehet. Ki, basszus, túlélte azt, hogy végig szánkázott szerintem a ventilátorban. Nem hallottátok, hogy csörög, de nagyon durva volt. És most már megint repked. Valami nagy dög. Zíí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 
Jó, hát úgy látom, hogy nem fogunk itt meggazdagodni. Ez a kajak téma, ez elég problém, nem? Az mi a franc ez a nagy légy? Ez nem is légy, hanem valami nagy dongó. És megcsipoz meg, még igen jó lesz. Gyerekek, nincs kaja! Hát szerintem egyébként ilyen helyen nem is találok, hanem konyhát kéne keresnem, nem? Hopp, pont ott a konyha. Na, mondjátok, hogy legyen kaja. Egyébként be lehet állítani, hogy milyen legyen a loot, meg minden, hogy a szerverön. Az mi? Ezt meg lehet enni, megeszem. Nem tudom, mi ez. Ez vagy kaja? Miért nem lehet megenni? E volt. Edd meg. Nem engedi megenni, de miért? Pedig ott van, hogy mi van benne. Megköfőzni, vagy mi? Ah, találtam kaját erre, meg izé. Meg kell még izé főzni is, hallod? Ez mi? Ez mire jó? Az lehet főzni rajt. Ha lenne benne gáz, vagy kifogyott a gáz, vagy nem tudom, elkeverni még palackérés. Húzni kell a gázkocsit. Jó, hát szerintem lehet, hogy be kéne gyorsulunk kicsit, mert ez egy gyönge. Az mi ez a nagy rovar? Én rendesen félek már, gyerekek. Sanyika, fogd meg ezt a nagy izét, debil állatot. Sanyikát de viszi, attól félek. Na! Lopakodásiba megyünk át, aztán kimegyünk itt. Egyébként ilyen nagy pizzaikben szokott lenni még bolt is, nem? Vagy nincs bolt? Tényleg kellene keresni egy rendes boltot, egy élelmiszerboltot, ott biztos van kaja, mindjárt meg fogunk zuhanni. Az nagyon durva, hogy nem tudsz zoomolni a mapon, és fogalmat sincs. Meg kell jegyezned, hogy például azt a rohadt izét hol hagytad. Jaj, jaj. Üssé már bazzat. Ezt lefektettük. Meg ott is egy. Megint nézd, hogy most meg melbe várt a csávó, hallod? Figyeld meg. Komolyan nem hülyéskedek, figyeld. Fáj melle. Bleeding. Na, te csinálom. Ez mi? Ezeknél mindig van egy toll. És van nála egy military jack, de minden van amortizálódva, az a baj. Hű, szerencsétlen még itt izé. Rúgja a port. Na hol van itt egy izé, egy élelmiszerbord vagy valami? Honnan szerezek már kaját? Vagy ott egy motor. Hallod? Egy cross motor. Ez lehet, hogy nem működik. Van egy olyan sanda gyanú. Aha, ez lehet, hogy nem az igazi. Oké. Okay. Még egy kicsit itt izélünk. Csellengünk, azt nézem, hogy nincsen valami, tényleg valami bót. Biztos, hogy van bót, tehát ez ilyen faluba kell lennie. Jó, a melege van a csávónak, meg még mindig vérzünk, most már kezdünk, nem? Merbe vert minket a gyerek. Kicsit ügyesebbnek kell lenni.
Ha hova menjek be? Hullaknak a gazdagék, ahol van valami. Jóca szajré. Semmi. Nincsen itt bót vagy valami, tényleg. Az a baj, nagyon nem merek futkosni, mert rám jönnek. Hát, öcsém. Ilyen beszél így. Ugye meg végig megyünk itt a fő utcán. Ezt megnézzük, nincs a bót. Gyerekek, a lopakodásra raktam egy csobót, meg még a kamufázsra, vagy mi a francra is, nem? Arra, hogy ugye ez ne vegyenek észre erre, bazze. Nem igen jött össze. Ez mi ez? Kerti buri? Tényleg ilyen izét keresek, hogy valami üzlethelyiség, vagy valami. Bevenjünk ide, megnézzük, mi ez? Ez ilyen jó nagy épületnek tűnik. Hoppa, izé van, esztergapod. Furógép. Jó, hát ezt biztos nem kell megennem. Item not found. Item not found. Dobozok. Item not found. A drop az nagyon erős. Figyelj, mi ez? Paper. Na, már kutyog a gyomorunk, éhesek vagyunk. Tanicskát azt törökre elveszítettük szerintem. Gyerekek, komolyan mondom, hol van egy rohadt kaja? Hol érdemes keresni? Puh, tényleg valami élelmiszer boltszerűt kéne találni, de hát melyik az? Hát most figyelj, én nekiindulok. Mert ez tök mindegy. Meg fogunk halni éhen, hogyha nem találok. Hiába. Jába van ez, gyerekek, jába. Kicsit ilyen izébe érzem magam, főleg ezzel a karakterrel ebbe az öltönybe. Ilyen Hitman 2 stílusba toljuk. Be vagyunk épülve. Ez mi ez a nagy izé? Baut. Ez egy másfajta épület, egy érdekes. Hát ez nagyon izgé. Na itt van nagy konyha. Meg izé, asztal. Asztal a vista baby. Na mi van? Van egy sör. Hát ezt már meg is issza a képer. De miért nem lehet meginni? Mi a antialkoholisták vagyunk? Vagy miért nem enged inni? Látom, tele vagyunk izéve. Kalanddal. Nem engedi meg inni, bazza. Check. De mi az, hogy check? Checkeljük, jó? Megmossuk a szemünket sörrel. Azt gratulálok. De nem engedi meginni, de nem tudom miért. Jaj, ezeket meg bezároltam, itt hülye vagyok, bocsánat. Ki, nem tudjuk kibontani? Elképzelhető. De mondjuk azért túlélésen múlna rajta, lehet, hogy ki tudnám bontani azt a sörös üveget, akárhogy is, nem? Az étek az nagy hincs. A keeper. Nek szava sincs. Ott a bor! Ezt is megisszuk, nincsen bor benne. Íróasztalban biztos nincs kaja. Jó, itten. Ki tudunk menni a balkonra. Ehesek vagyunk nagyon. Nem jó ez. Ott egy pár cipő, tessék. Jó kis papucsok. Ó, vesztencsiz már. Már kettő vesztencsiz. Nem, fövettük a ízi klumpát. Szerintem vesszük vissza a Western csizmát. Mégis jobban illeszkedik ez a karakterhöz. Ja, hát kaja az nuku. Se kaja, se semmi. Hoppá. Oké, akkor itten fogunk ilyen dögleni. De egyébként most nem azért, de egy, nincs egy élelmiszerbolt egy ilyen putriba. Ott egy izé, automata. Automati? És nincs be semmi, mert beszarok. Ott egy pár kesztyű, ott zareb lakunk jól. Hát gyerekek, ez szomorú. De nincs egy büdös kaja se ebben a játékban, te. De tényleg, egy fogadó, vagy valami. És már, tényleg már nem tökörészek. Próbálok kaját szerezni, mert
Meg fogunk dögleni. Mazzag van már megint a izébe, frigiderbe. Ez mi? Water. Ezt... De miért nem vissza meg? Ja, tudom miért nem vissza meg, mert rajtunk van ez a hülye maszk. Az apád szövít. Rájöttem, bocsánat, tényleg. Idd meg akkor. A drink. És akkor megnézzük a... Nem eszköl, a metabó. Igen, friss vízzel tele van a gyomrunk. Az már egy jó dolog, nem? És akkor... Megy fölfele az a víz? Megy fölfele, jó, megy fölfele a vízünk. Az már egyszer már jó vagyunk. Ami kaja, az még mindig nuku. Ja, egy ilyen moly lepke volt, gyerekek, itt röpköd. Amelyik az előbb bedarálódott majdnem a... Na, húzzunk már erre, nem tudom. Kaja, nem tudom kaját honnan szerezek, tényleg. Ilyen kredencekben is van, de nincsen. Hú, csinál, micsoda ugri-bungri volt. Hát komolyan, meg vagyok lőve. Emegyünk a izénkén. Viszont az itt sétálgatott egy zombi, az meg már sehol nincsen. Ez érdekes. Ott a pizza. Megint egy üvegsör. Hát gyerekek, maximum leisszuk magunkat, mielőtt megburdulunk. És ezt az üvegsört, ezt miért nem akarod elrakni? De miért nem... Ja, mert megvan, hogy ugye mit, mi, hova rakhatsz, meg hogy hány kilót, meg ilyesmi. Jó, hát a loot az lehetne egyen jobb. Azt lehet, hogy át kéne állítani, mert elvileg lehet állítani. Mert ez így tényleg az, hogy megállás nélkül a izét keresed. Az egy darab kajádat. Mi ez a lakaszlott? Ez micsoda? Ez mi? Ez így egy kicsit fájdalmas számomra. Ezért akartam megnézni mapon, hol vagyunk? Ott vagyunk a mapon. Elvileg ugye van boltos itt. Tehát annak tudnánk eladni dolgokat, de hogy az anyámba jutunk oda? Nincsen valami izé, nincsen hajó, vagy valami itt lenn. Hol a... Várj, a talicskámat hozom. Ott egy zombi. Hát azt még beverem hát, hogyha annál lesz a nagy kaja, hallod? Gyere testvérem. Vedd elő izét. Baltát úgy. Gyere, gyere, he! Ho, he! Arra úgy jár, de olyat rád vertem, aztán átment rajtad csak. Ma megint néző, hogy megint bevert nekünk egyet a csávó. És meg szügyön vágod, vagy nem tudom, mi bajunk van. Hanj, izé, szíjesek vagyunk. Melegünk van. Bleedelünk. Kikutassuk, ennél lesz a nagy izé, rántott hús. Figyelj, nem lehet ezt szétvágni, hogy... Csop. Hallod, ezt föl lehet aprítani, megeszem! Körömpörkört. Látjátok, ez is egy ilyen izé volt, ilyen elítélt, ott van a csip a fejébe. Vagy az valami. Ez mi volt? Esik az eső? Izzadunk, bazza. Jó, akkor alsógatját le. Lövösszük. Oda betesszük. Ezt mit vegyek még le? Ez pargetinger, vagy mit? Pargetingben bent van valami, úgyhogy azt nem vesszük le. Na és ezekkel mit lehet csinálni? He? Meg tudom enni? Pick up. Hát együk meg már, vagy valami. Nem lehet megenni ezeket? Körömpörköt. Várja, a csontot azt hiszem, hogy abból lehet kraftógyi. Úgyhogy ezt ne kéne rakni. Mondjuk ide. Jó nagy az a csont, azt a betyár. Ez mi? Nem lehet ezeket be... fejét esetleg? Vágjuk le a izét. Ez az. Vágjuk le a fülit. Meg a fogait verjük ki. Gratulálok. Most már nincsen se foga, se izéje. Az nagyon jó. Egyébként az a durva, hogy itt néztem, hogy ennél, le van leírásnál, írja, hogy hány évesek vagyunk. Ugye mióta élünk konkrétan itt. Mi a súlyunk, mennyire vagyunk ugye jó állapotban, meg hány fogunk van? És azt írja... Hogy ki tudják ütni a fogunkat konkrétan. Ez ugyanannyi, és ezt meg szétvágtuk mind a papírkutyát, de videk.
Hoppa, itt megvan egy víz. Egy valami van a földön. De ja, ebből ittunk. De miért dobta le a földre utána? Igen, egyet, hallod? Ja, mert ugye mindig ledobja a földre azt az inventory vagy azt a cuccot, aminek nincsen hely. Tehát most én ezt elfogom a kettest, ugye elrakta, de hogyha nem volt neki hely, akkor ugye azt föltöveri. Jó, amúgy annyira nincsen nagy, már tök jó el vagyok így, ahhoz képest, csak hát én nem tudom még, hogy honnan lehet kaját leggyorsabban szerezni. Biztos, hogy aki ezt vágja, hogy honnan lehet, az, annak nincs ilyen nagy problémája, de nekem van, sajnos. Meg ugye a kezelés nem áll nagyon kézre még, de majd valami lesz, gyerekek. Hát most nem úgy fut, mint egy buzi gyerekek ezzel a talicskával. Figyeld. Már megint melege van. Izzad, bazza. Dobja a víz, de mit? Most a pargetinget levetem, akkor ezt át kell raknom valahol, de hova? Oda jó, de hát a pargetinget akkor bedobjuk ide. A pörgetinget ide, meg a kesztyűt is leveszem. Gondolom egyébként ezeknek van valami védelmi értéke. Világ, homályosítsatok fő bajt, hogyha tudjátok, mert nem vagyok képbe. Jó, van ott van, menjünk kilométerre, vegyünk. N fokozatba, izébe, naturál vagy miattok ennek, tolatni is tud? Egy darab sebesség van, 12 vége. Talicskának, többen nem tudom tolni. Ó, itt vannak dolgok. Hát a végén még bevákolunk valami ízét. Ugye itt van egy sziget is elvileg. Ott az E4-nél. Jó, még vannak ilyen nagyon durva helyek, ahova nem nagyon kéne még bemenni. Ugye vannak ilyen bunkerek, amihez kell majd tüzelő, hogy azokat ki tud pucolni. Egy kis Toszkána feelingem van itt, gyerekek. Ott vannak a valami vaddisznók, he. Látod? Jobb oldalt. Biztos kinyírnának a rákba. Úgyhogy engedjük el. Viszont van itt egy ilyen fura épület, nézd. Napelemek vannak a tetején. Hoppá, ott egy niva. Hoppá! Gyári kők. Ide leparkírozok ezzel. Mert van egy niva. Nincs hátsó kereke, lehet, hogy nem annyira jó. Mindjárt. Hopp. Gugiba vágjuk magunkat. Még mindig izzadunk, mint a ló, de miért? Na, mi van a nivába? Le van brottyanva, mi? Hoppa! Nem mondod, lekaptam az oldalát. Dobod-e? Hogy kell ledobni? Te ne fogdosd ezt a niva oldalát. Ó, hol van ez a niva? Dobd le földre ma. Tengo hambre. Az mi volt ez? Nem mi volt ez, gyerekek? Ez mondta a karakterem, mondta, de bafostam, hallod? Figyelj, ki lehet kapni az ülést, hogy sem mindent. Nagyon durva. Így egy kicsit szellős lenne a verda. Jó van, hát ez tök jó lehet egyébként. És én gondolom, ennek van inventoria, jó nagy. Oda néz. Ó, Istenem, egy ilyen kocsit összeköle. Polícia! Na hát itt meg fognak hágni minket, biztos. De kívül nem a fostos fajta. Hallod, ottan izé, mosnak fel a zombik. Éppen dolgoznak. Hát nem tudom, lehet, hogy nem kéne kinyíratnom magam instant, nem? A polícia. De miért van polícia? Hát ez mégis csak az ország. Vagy hiszi, hogy horvátoknál is polícia van? Ez egy horvát játék, gyerekek. Nézzük meg ebbe a kocsiba. Jó van. Metal scrap az van bőven. A polícia verda, de tök jól néz ki különben. Nincsen valami izgalmas dolog itt. Horvát tengerpart, ide is eljutottunk, jól van. Nem éppen így gondolom, a policiára lehet nem nézek be most. De viszont, én mindig állítozok egy kis kajára. Ott egy kút. Nem tudom, meg lehet tölteni a üveget rá. A talégát nem kéne hagyni, csak az a baj, hogy tényleg, figyeljetek, lehet, hogy abba hagyom itt. Még van 31% izajom, HP-m. És akkor sokkal inkább tudnátok segíteni abba a keepernek, hogy még hogy ne dögöljek éhen, tudod. Mondjuk ebbe a házba még benéznék. Új, óvatosba. Lopakodva. Pesztolytáska van az oldalamon, de minek. Amikor még nincs benne egy vízi pesztoly is. Ott a izé, ott van a zsák. Abba lesz a nagy hamburgerek. Na, jól van akkor. Hát ez lehet, hogy nem kellett volna fölvennem. Nem akartam, ez valami izé, valami
Mi az? Virágföld, vagy valami ilyesmi. Paltát előveszem. Kocsiba itt megrohanok valamit. Ott a, ez a policia? Policia, meg itt van egy garázs, biztos benne van egy Camaro. Itt is van ilyen izé. Itt bemegyünk, ebbe lesz a nagy hamburgerek. Ez, egyébként nem értem ezt a játékot. Tényleg lehet, hogy újra kellene kezdenem aztán valami lootot állítani rajta, mert ez a vicc kategória, nem gyerekek? Serverön egyébként jobb lootok szoktak lenni, mert így beállítgassák őket. Ott a gatya. Farmer gatya. Fövettük a farmer gatyát. Jó, hát ez, ennek így nem sok értelmet látom. Mert tényleg a világot kilutolom, aztán egy bűnös kaját eddig meg nem találtam. És ez szerintem azért nem egy... Nem baráti, nem? Search. Hogyan lenne se... Egyébként... Ott egy jó toll. Na. És ez... Meg egy jó sapka. Hát ezt fölkapom, hallod? Ez biztos kell... Nem veszem... Jó. Valakit megint kéri a pofont, hallom. Itten van valaki? Pofon kérő? Ide, gyere, he. Vagy mi van? Ott kim van? Vagy hol? A polícia biztos jó lehet, de lehúz zombiva. Azok ugye vernek, mint a két fenekű dobot. Item not found. Item not found. Itt. Valahol van egy konyha még, vagy volt. Egyébként a 40. konyhát lootolom, aztán semmi. Szóval annyira mindegy szerintem. Nincsen szerencsém nekem ebbe. Megint kesztyű. Hát izét Dunát rekeszthetek bágunyákkal. Nyithatnék egy izét, egy second handet lassan. Meg se nézem. Gunya az annyival, mint a sár. Meg tudom, szét kéne vágni, meg minden csuda dolog, de sokra megyek vele, hogy szó szerint éjjel veszek, ez egy akkora izé, ott az alsó gatya. Szaros gatya, vonalkóddal, az van. Egy büdös kaja, az meg nukó. Itt lesz a konyha, nem? Föl van a legtetején. Hát, ha itt menyelünk egy nagy kaját. Persze. Hoppá, mi ez, milk? Ez lehet, hogy ad kaja izét is. Meta. Ez valamit ad, valamennyi kaját is ad. Látod, ott a kaja szint. Szerintem. Csak azt hiszem, hogy ezt nem szabad túltolni, mert akkor izé van. Okátsz, mint a pelikán. 28%, majd figyeljük mindjárt. Szerintem tót rajta egy kis kaját, nem? Elraktuk az inventoryba a milket egyébként? Nem? Vagy el? Hol rakta a milket? Vagy ennyi volt benn? Ja, ott van a kezébe fogja, ja. Mert ugye a kezébe fogja, addig, amíg nem rakod el valahol, azt csont helyett lehet, hogy nem tudom, hol rakjuk. Jó, fogja a kezébe. Ezt mindjárt még iszunk belőle. És igen, ez kaja szintet adott, hogy legalább. Majd, talán nem vagyunk laktózérzékenyek. Amikor ez majd egy kicsit csökken, akkor iszünk egyet, jó? Aztán akkor talán nem döglünk éhen most így kapásból. Lehet, hogy az lesz, tényleg elbúcsúzom, most itt elég biztonságban is vagyok. Talicska kinn az udvaron. Ja, megy fel a kaja szinte enyhén. De egyébként minden bajunk van. Le vagyunk kizéve. Se vír, se semmi, jaj. Alkohol szint. Az is, az jó. Az akkor jó, hogyha alacsony, ugye? Meg az a fett szerintem akkor jó, hogyha alacsony. A protein az jó, mert nem tudom miért. De gondolom veszíteni fogunk a izéből. Testzsír százalékból is. Vagy a test, vagy izom sző. Ja, meg itt vannak a vitaminok, hát azok sincsenek, úgyhogy ez nem a legjobb. De viszont lehet, hogy iszok még egyet. Ne basz. Földhöverte azt a rohadt izét, hallod. Váj. Azt hittem a G-vel valamit csinál, de... Csinált és földhöverte. Na, megint iszik.
És akkor ez jó, mert az életben van valami tápanyag is ott. De ugye ez a víz, ez meg a tápanyag. Úgyhogy ment egy kicsit föl. Jó, egyébként egész jó. Én nekem tetszik ez a játék. Ugye tényleg elég nagy mélységekbe tudsz ezzel menni, szóval tényleg ilyen nagy bunkereket tudsz kiüríteni, mert lőfegyverek, meg autót tudsz szerelni, meg minden is csuda dolog van. Ja, nem baj, hogyha nehéz, nem baj, hogyha nehéz. Mondjuk jó, hamar, könnyen fűbe tudsz harapni. Hát ja, el kellene mennünk egyébként, ha már egyszer ezt fogjuk folytatni, jó, messzi van ide. De figyelni kell a csónakokat, mert elvileg vannak hajók, meg ugye találhatsz olyan, tényleg a hajók az általában működnek. Van itt röptér, minden van, gyerekek. Na jó, van, elbúcsúzom itt a izével, a Hitman csávóval. Aztán várlak benneteket a következő részben, meg írjátok tippeket nyugodtan, hogy mit csinálja a képer, addig itt szemlélem itt a csodálatos tájképet. A teljes dobozzal a kezembe. Ne szevasztok!